Tél, sötét, hideg. Hosszú ideig készült ételek alkohollal. Hoztam bort, az Osamból több mint 1000 van. Hát olyan, mint egy borkereskedés. 917-nél tartok végig kóstolásnál. Vörös, fehér, rozé. S nekem ezt a gerét hoztad? Ezt a gyönyörűt. Aha. Gyönyörű, egy mirtil küvét. A sörrel meg már most az a helyzet, hogy lehet benne keresni ízeket, mélységeket, karamelleket. És akkor én azt találtam ki, hogy egy ilyen jó sörös marharagút fogunk majd csinálni. Ezt az írek is nagyon bírják. És ami zseniális, hogy egy darab edényből megúszod az egészet, beteszed szépen a sütőbe, elbújogat. Óráskát nem felejted el, hanem ottan szépen, nyugodtan közben olvasgassz, és akkor így terjengeni fog az illat. Arra gondoltam, hogy ugye borral gyakran főzünk, én most sütni fogok vele. Igen, egy csokis vörösboros kuglófot. És milyen jó párosítás. Ez egy 74%-os étcsokoládé, és ahhoz ez a jó testes, száraz vörösbor nagyon-nagyon finom lesz. Isteni! Kőpapírolló! Hát te! Nagyon jó. Van melóm a számodra. Na. Ezt a két répát meg kéne tisztítani, karikázni, és mondjuk az ellerből is. Ha tudsz marha pofát szerezni, vegyél, mert az egy elmondhatatlanul finom, izgalmas étel. Én a kollagének szépen itt megkötődnek, viszont hosszú sütési idővel ki lehet belőle olvasztani, és szétesik, krémes lesz, és valami irgalmatlanul jó. Ha az nincs, akkor marha lábszár. Vajon és olívaolaj keverékén fogjuk megpirítani a marha kockákat, kicsi lisztbe beleforgatva, én a lisztet megborsozom. Soha nem szabad nagyon sok húst belerakni egyszerre, ugye, mert akkor pont elkezd majd az egymás nedvétől párolódni, és nem fog ugye ez a kéreg kialakulni, ez az egyik. A másik, meg ez a lisztes sztori, ez nem csak azért jó a kéreg miatt, hanem ez ugye sűríteni fogja aztán majd később a dolgokat. Fölkaparjuk a pörzsanyagokat majd, mert nagyon szép pörzsanyagok készültek, ha nincs szín, nincs íz. Ezen fogjuk majd a hagymát és a fokhagymát kicsit megpirítani. Jönnek a zöldsége. Sűrített paradicsommal megbolondítjuk. Ez, amikor a paradicsom elkezd karamellizálódni, és mi egészen bebarnul, a legjobb illat. Megadja a színét is. Teszünk hozzá kakukkfüvet. Remek. Tesszük hozzá vissza a gyönyörű lepirított húsokat. Öntünk hozzá egy jó kis marha alaplevet. Jó, sötét, erős ízű alaplevet, és akkor mostanáig ugye nem is sózzuk. Semmit nem csináltunk még vele, úgyis nagyon sok ideje lesz benne a sütőben. Körülbelül 2 óra sok benne, és 2 óra után ellenőrizzük, már puhán kell lenni a húsnak, akkor a kis negyedelt krumplikat és a gombákat mellé pattintjuk, akkor már levesszük a tetejét, emelhetünk a hőfokon, és a nagyon sűrű, krémes, állagú kis anyagbai meg fognak ülni a megsült krumpli darabkák is. Még azt áruld el nekem, hogy mi a hőfok? Lehet egy ilyen 170. Jó. Már annyira jó illatok vannak, nem bírom tovább. Hát de hogy és milyen jó nézünk ki? Egy tegyek rá? Tegyek. Csak így értem meg. Oda néz. És mindig ugye azt mondják, hogy az ilyen marha részek, ami például a lábszár, meg mondjuk a pofa, hogy ez egy inas, olcsó és rossz hús. Nem, az a legjobb hús, kifő belőle a kollagén. És az egész lakásban egy isteni jó illat. Tökéletes. Jöhet is a csokis vörösboros kuglóf. 15 deka étcsokit kellene felolvasztani. Soha nem ér bele a forró vízbe az olvasztó edényzet alja. Az étcsokoládétól nem lesz keserű a sütemény. Teljesen hagyományos módon fog készülni ez a kuglóf. Krémesre keverjük a vajat és a cukrot. Egyenként hozzáadjuk a tojásokat. Most már lehűlt a csoki, úgyhogy ezt hozzáadhatjuk. Száraz hozzávalók, liszt, sütőpor, és a pici só, kakaópor. Nagyon jó kis kuglófálaga lesz mindjárt.
Olyan borral főzzünk vagy süssünk, amit úgy szívesen meg is innánk, miért raknánk vacak minőségű bort bármibe, amit szeretnénk elfogyasztani. Kész? Ennyi volt? Ennyi volt. A formát még kivajazzuk, kirisztezzük. Megy az egész a sütőbe, 180 fokon, majdnem egy órát sül. És nagyon fontos, hogy nem szabad túlsütni, szúrópróba kell, ne száradjon ki, hanem egy kicsit, ha szaftos marad, akkor tökéletes. Kisült. Kisült. Júj, nagyon szép. Nagyon jól néz ki, és nagyon jó illatú. Készültünk mindennel. Te válasszál. Én választom a krumplit, mert te mész a húsra. De milyen hús? Ezt ma megmutattuk, hogy szétmegy, szétomlik. Ezekben a dolgokban pont ez a jó. Összedobálod, meghagyod neki az időt, és igazából nincs is fel a dolog. Te is addig ülsz és olvasol. Egy ilyen porcukrosat. Az íze van benne. Igen. A, igen. A szőlő meg a fűszerezettség. Ilyen jó mély íze van, nem csak úgy csokis. Kísérletezz kedvedre a konyhában az Auchan minőségi élelmiszereivel és konyhai eszközeivel. Keresd a teljes boros és sörös receptet és további izgalmas tartalmainkat az auchan.hu/lefőzlek oldalon.